Püspök úr, tisztelt lelkész kollégák, kedves kökösiek! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepélyes napon, és kedves beiktatott lelkész családom, engedd meg, hogy egy rövid igei üzenettel köszöntselek téged, mégpedig a 113. Zsoltár első két versével, ahol így szól hozzánk az Isten: dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úrnak nevét, áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké. Amikor erre a köszöntő beszédre készültem, akkor mindenképpen örvendtem annak, hogy éppen a Biblia olvasó kalausz a mai napra ezt az igét tűzte ki, és átgondolva ezt a két eseményt, úgy éreztem, hogy éppen alkalomhoz illő ez az ige: kedves Úrnak szolgálja, dicsért az Istent. És én három dolgot fogalmaztam meg magamnak, amiért neked dicsérni kell az Istent. Az elsőt azt úgy fogalmaztam meg: dicsérd az Istent azért, mert elszólított téged az ő szolgálatába. Elhívott azért, hogy hirdessed az ő igéjét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, és áldjad azért az Istent, hogy adott neked, és természetesen családodnak erőt, egészséget, hogy azt az utat, amely szükséges volt ahhoz, hogy lelkészként ezt a szolgálatot felvállalt, be tudtad járni, meg tudtad tenni, és most már, mint a Kökösi Unitárius Egyházközség beiktatott lelkésze, itt vagy közöttünk. Aztán a második gondolat, ami megfogalmazódott: dicsérjed az Istent, hogy megajándékozott téged egy családdal. Megajándékozott egy olyan családdal, ahogy ezt a főtiszteletű püspök úr is mondotta, szolgatás kell legyen, és lám-lám az lett a te hitves társad is, hiszen amíg te Isten igéjét hirdeted, addig ő orgonával és énekszóval dicséri az Istent. És természetesen áldja az Istent, hogy megáldott egy kisgyerekkel, akinek ezért foghatjátok és ő rendezhetek neki. Aztán a harmadik dolog: örvendj annak, és dicsérd és magasztald az Urat azért, hogy adott neked egy befogadó gyülekezetet. Egy olyan gyülekezetet, akinek a tagjai most itt ülnek, és akik ezelőtt 3 évvel befogadtak téged ebbe a községbe, ebbe az egyházközségbe, ebbe a faluba. És kedves lelkész testvérem, amikor ez a gyülekezet befogadott téged, akkor meg vagyunk győződve, hiszen többször elbeszéltük már több gyülekezeti tagoddal is, hogy úgy érezték, hogy végre az ő nyájuk újra pásztorra talált. És akkor az záró gondolatom az így hangzana: viselj gondot azért magadra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek téged vigyázóvá tett. Viselj gondot magadra, viselj gondot egyházközségedre, nyájadra, vezessed őket az igazi legelőkhöz és a hűs forrásvízhez, amely egyedül a mindenható Istennél van. Így álljon meg téged a mindenható Isten. És most az egyházközségünk nevében megkérjük szépen a gondok urat, hogy egy kis ajándékot fogadja az előtt. Köszönöm szépen.